A Bolyai János Gimnázium Európa napi rendezvénye az iskolában tartott vetélkedőt követően a főtéren folytatódott, ahol elsőként a Europe Direct Nógrád megyei irodájának vezetője köszöntötte a fiatalokat, és hívta fel a figyelmet az Európai Unió értékeire. Ma egy olyan eseményt ünneplünk, amely a béke, az egység és a sokszínűség jegyében áll. Az Európai Unió megalapításának évfordulóján összegyűlünk, hogy megemlékezzünk arról, hogy milyen fontos az európai összetartozás és a közösségi értékek megőrzése. Az Európai Unió nem csupán gazdasági vagy politikai szövetség, hanem egy olyan közösség, amely tiszteletben tartja a különféle kultúrákat, nyelveket és hagyományokat. Az unió célja, hogy a tagállamokat összekössük, és együttműködés révén erősítsük egymást. A mai nap arra is lehetőséget ad számunkra, hogy jobban megismerjük az európai integráció fontosságát és előnyeit. Az Európai Unió révén például könnyebben utazhatunk, tanulhatunk és dolgozhatunk más európai országokban. Emellett az EU olyan programokat is kínál, mint az Erasmus+, amely lehetővé teszi számunkra, hogy más országok diákjaival találkozzunk és tapasztalatokat cseréljünk. Az Európai Unió és az európai összetartozás ünneplése mellett ne feledkezzünk meg azon felelősségünkről sem, hogy aktív résztvevői legyünk a közösségünknek. Mindjárt feladata, hogy tiszteletbe tartsuk az emberi jogokat, harcoljunk az egyenlőségért és az igazságosságért, valamint tegyünk a környezetünk megőrzéséért. Kedves diákok, az európai összetartozás ünneplése nem csupán ma történik, hanem minden nap. Legyünk büszkék arra, hogy részei vagyunk ennek a sokszínű és gazdag közösségnek, és tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy az európai értékek továbbra is virágozzanak. Köszönöm, és kellemes Európa napot kívánok mindannyiatoknak! Ezután a Bolyai és diákok az európai egységet jelképezve közös örömtánccal zárták az Európa nap programjait.